Újra itt vagyunk Pálházi Dáviddal, és ezúttal a téli evezés biztonságos verziójáról fogunk beszélgetni, az ehhez szükséges kiegészítőkről és mindenféle ruházatokról. Hogyha nem láttad az előző videót, ami a nyár végétől az őszig kalauzol el a ruházatokban és a száphoz szükséges kiegészítőkben, szápozáshoz szükséges kiegészítőkben, akkor kattints ide, és megnézheted ezt a videót is. Úgyhogy itt vagyunk. Dávid, ahogy az előző videóban is elmondtad, sok éve elvez már télen is, úgyhogy komoly tapasztalata van ebben. Nekem is van némi a száraz ruha tekintetében, úgyhogy ezt fogjuk most veletek megosztani. Kezdjük is az elején, Dávid. November, megjönnek az első fagyok, a víz már 10 fok alatt, nappal szürkeség van, nem süt a nap, nem melegít minket. Ha vízbe esünk, nem számíthatunk arra, hogy Aj, majd az a technikai ruházat gyorsan megszárad rajtunk, és nincs ezzel probléma. Mindenképpen kell valami biztosíték. Nagyon sok csoportban, meg fórumon megy a vita, szárazruha, vagy neoprén. Ilyen egyszerű ez a dolog, hogy ebből a kettőből lehet választani, vagy azért vagy azért el lehet indulni más irányból is, ahogy az őszit szépen felépítettük, hogy a futóruha irányából. Nyilván a biztonság az első, tehát megint a, a körülmények sokat fognak számítani, hogy hol Ilyen. levezünk, hogy... Lis mellé nyertesítés. Igen, igen, mellé Tartalék az... ruha. Igen. igen. igen, Tehát, hogy ezek, ezek, ez a alap, tehát, hogy ezt már nem. Hogyan tovább? Szerintem, hogyha az általad említett tényleg cudaridő van, de kimennénk, tehát még a napsütés sem annyira csalogat, de hogy, hogy van vágyunk, ez főleg már szerintem inkább sportolás, illetve a kirándulásnál egy ilyen komolyabb túrázás lesz, tehát egy, egy kacsa nézésért nem feltétlenül fogunk vízre szállni, amikor kijön is akarunk otthonról. Akkor úgy gondolom, hogy a beruházás elkerülhetetlen. Tehát muszáj lesz döntenünk egy, egy ruházati irány felé, tehát muszáj lesz pénzt elővennünk és valamit megvennünk. Neoprén vagy ha ha így hangzott a kérdésed. Annyi árnyalást tennék bele, hogy szerintem a hibrid neoprének, ami valahol neoprén, ide is ide fog vágni és működni fog. Illetve valamennyi technikai ruházatot át fogunk csempészni, vagy át csempészhetünk. Tipikusan például a, a, a lábunk, legalábbis nekem a lábom nem úgy fázós, tehát egy szélálló futónadrág, tök sokáig ki tudja húzni. De az alap, alapmondás, hogy egyszerűen sokkal nagyobb kockázatra kell számítanunk. Amit a kockázat, tehát kicsit szerintem azt, vagy kezdjük azzal, hogy árnyaljuk azt, hogy hogy mi az, amit itt, itt rizikózunk, vagy mi a különbség mondjuk egy, egy kora őszi, őszi már hideg víz, de még vannak a parton, többi ez képest. A vízben, tehát ha úgymond baleset történik és beleesünk, és fog, tehát értem, hogy szeretjük azt mondani, hogy nem, de valahol fog, mik történhetnek? Ami úgymond no-brainer, tehát hogy alap, ki fogunk hűlni. Tök egyszerű a, a, az egésznek a megtapasztalása, hogy a témakör, akár most is menjetek oda egy élő vízhez, tegyetek bele a kezeteket, és mondjuk méretek egy percet. És utána mondjuk próbáljátok meg írni egy sms -t. Persze megtörött kézzel, mert mondjuk vizes kézzel elég bonyolult. Hát egészen más lesz ennek az érzete. Most ez a víz, ez legfeljebb 19 fokig hűlt vissza, ha az rsd vagy a nagy beszélünk. De ha télen vagyunk, akkor ez le fog menni 5-6-7 fok környékére. Nagyon-nagyon-nagyon más. Tehát kihűlés, lesz, mindenképpen számolnunk kell vele, mindenképpen megtörténik, és nagyon komolyan érinteni fogja a kezünket, illetve a lábunkat. A többit kicsit könnyebb felkészíteni. Amit még szeretnek, úgymond a, a rendőrök óvni minket, vagy ezt a mellény használattal mindenképpen megpróbálják velünk nevelni, a szívünk, ugye bárha melegből, hidegbe felhívve belesünk, őszintén szólva ebben egy icipicit kevésbé hiszek, de valószínűleg azért, mert nagyon-nagyon sokszor estem bele így már a gyerekkori kajakos múltból is, úgy gondolom, hogy ennek egy picivel kisebb a százalékos esélye, mint annak, hogy kiülünk, ami meg gyakorlatilag garantált bizonyos időtartam után. De ezt is érdemes úgymond minimalizálni, hogy, hogy megtörténik erre például a technikai a neoprén vagy szárazul technikai ruházat már, már abszolút egy irány lesz. És úgymond a harmadik, amit, amit szintén belesel, bevered a fejed és elájóz, ugye rengeteg dolgot nem lehet rajta segíteni, a mentőmellény, mellény, lés számtalan körülmények között azt meg fogja oldani, illetve az valakinek az értesítése, hogy ha elég cudor állapotban is, de valaki összeszedjem hát szerintem induljunk ki ebből, hogy, hogy erre kell készülni, itt már nagyon-nagyon nem szeretnénk beleesni, bár vannak olyan népek, hogy ilyenkor is ugyanazzal a lendülettel pancsolnak tovább, és akkor erre építsük föl szerintem, hogy milyen ruhára van szükségünk. A kihűlés, mennyi fogunk a vízbe tartózkodni, vagy mennyi esélyünk van vízbe esni. Kihűlés tökéletes ugyanúgy a száraz ruha, illetve a naoprén is. A vízben a naoprén ugyanúgy tök praktikusan működik, tök sokáig illetve mind a két ruházat megoldja azt is, hogy ha felhevővel belesünk, nem azzal a hideg vízzel fogunk találkozni, mert maga a neoprén sem feltétlenül éri el, és akkor egyen ugorjunk, mit csináljunk a elájulás, meg rosszul és stb. Olyan mellényt használjuk, amit tudjuk, hogy, hogy, garantált. Tehát, őt tudja, biztos, én igazából itt annyira nagyon nem preferálom a patronosokat, vagy azokat a patronosokat, amik, amik durrannak, hogyha víz éri őket, mert tényleg van olyan, hogy, hogy nagyon nehéz megküzdeni a patronnal, tehát sokkal jobbak a már készen egyből fenntartók. Nyelésről beszéltünk, a vízkörülményekhez megfelelően, és egyébként érdekes van hogy mind a minden a naoprén olyan felhajtójében rendelkezik, hogy én nagyon-nagyon sokszor nem is leszek teljesen vizes. Tehát, hogyha az hogy hát ezt most, elsétáltam, beleért a szkeg nem jól jött ki, mellé húztam, és poncsolás lesz belőle, akkor jellemzően nem feljárt próbálom meg ezt a problémát megoldani, hanem kilépek akkor a vízbe, és a kezem már úgymond várja a BKB kapaszkodót, vagyis a deszkának a szélét, vagy akkor itt kell megkapaszkodni, és klasszikusan a száraz ruhában nagyjából idáig fogok tudni elsüllyedni, vagy idáig se. A mellény ezt még egy kicsit lejjebb tudja tunkolni, amivel ezt a hármast kvázi le tudjuk fedni és akkor itt vissza tudok kanyarodni a ruhákra, elmondtuk, hogy úgymond miért szükségszerű, és hogy mit tudunk úgymond vele nyerni. És akkor ruhák, ha jól gondolom. Igen, Kicsit igen, menjünk bele a tényleges igen, részletekbe. menjünk bele a, a, a részletekbe. Ugye a, a száraz ruha, az, az sokkal kevésbé ismert a kezdők számára, a neoprint se feltétlenül a szápozás irányából ismerik, de tudják, hogy a, a búvárok és egyéb vízben, töltött vizit sport közben, ez egy nagyon hasznos, ugye nyilván nyáron is látjuk a 20 fokos Balatonon a, a hogy neoprémben vannak, mert órákat töltenek el ezek között a körülmények között. A száraz ruha, nekem ezzel van több tapasztalatom. tapasztalatom. Abszolút, nekem azt a biztonság nyújtja, hogy hogy Mintha nyáron neveznék. Hm? Tehát, hogy egyszerűen kipróbáltam, besétáltam a vízbe, beleestem bele, és, és egyszerűen nincs, tényleg nincs az a hideg sok, hogy Úristen, beleesek, mi fog történni? Hát, kb. semmi. Tehát, hogy azon kívül, hogy a, a kezem vizes lesz és hideg, esetleg az arcom, meg a fejem, de erre tényleg, amit te is mondtál, nagyon kicsi az esély. Ezen kívül semmi, semmi olyan érzésem nem lesz, amit egyébként mondjuk egy nyári vízben sérésnél megszoktam, hogy, hogy, hogy levegőért kell kapkodni, meg, meg föl kell jönni, meg egyebek. Tehát, hogy, hogy ez számomra abszolút azt a biztonsági nyújtja, hogy nyugodtan kimerek menni, evezni ebben is. A saját tapasztalatom az, hogy nyilván száraz ruha, totálisan zár, Úgyhogy belül elég meleg. Nyilván ezen kívül vannak, tehát vannak, vannak típusok, amik jobban szellőznek. Az enyém az nem egy, nem egy sportolásra kifejlesztett, kifejezetten sportolásra, aktív sportolásra, edzésre kifejlesztett darab, tehát hogy azért ez, ez itt megvan. Viszont, amit én nagyon szeretek benne, hogy van lábrésze. Hm. Ez mennyire? általános a szárazruháknál, tehát hogy a szárazruhákon belül mik, mik, milyen különbségek vannak, mik ez, hogy esetleg ráblész, hogy nyílik, az, azt én azért már tapasztaltam, hogy vannak a hátközepi cipzárosok, ami, a, amit felvenni azért egy komoly kihívás tud lenni, Van, tehát hogy, hogy mik, mik, azok, amiket a szárazruhák között egy különbségként tudnál említeni. Jó. Szerintem a, a célintenzitás cél intenzitás kérdésköre fogja meghatározni, hogy milyen szárazruhában érdemes gondolkodnunk. Az igazán sport célú szárazruhák nagyon jól, él, jól élegzenek, ami azt jelenti, hogy amikor ezzel rá evezek, azt hiszem, hogy jól vagy gyorsan, de gyakorlatilag jól felhevítem magam, akkor a testem párája nem akad meg, vagy kevésbé akad meg a szárazruha anyagába, tehát a pár a cseppek, azok át tudnak jutni ezen a membránon minél jobban, annál kevésbé sütöm meg magam a szárazruhába. De ezért értelmeszerűen azt kell, hogy ezzel a rendőre hogy Hogyha az van, hogy én ki szeretnék menni mondjuk egyet túrázni, és tudom, hogy mondjuk a szívem nem fog száz felé menni, hát a púlzusom, akkor sokkal jobban fogok járni egy, egy túrára szánt száraz ruhával, ami kevésbé lélegzik, de vastagabb anyagot jobban, jobban tovább bírja, könnyebb lekezelni, sokszor jobb helyen vannak a nyílásai, és sokszor van lábrésze. Tehát általában a sport célú ruhák, vékonyabbak, úgy van megoldva, hogy a sportnál ne akadályozzon, de nem egész napra vannak feltétlenül tervezve, és sokszor a nyílásaik is úgy vannak megoldva, hogy a sporthaver felhúzza rajtam a cipzert, illetve voltam az elén meg majd megyek, hogy veszem a ruhámat. A túraruháknál pedig általában ezek jobban megoldottak. Ha van rá akkor abszolút érdemes a lábrészest, mert hogy a vízállózókni részt azt teljes egészében ki tudjuk, tudjuk bekelni. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell cipő, én itt egy jóval nagyobb méretű, vastag neoprén szoktam felvenni hozzá. Van, aki egy, egy olyan vékony sportbakancsban hordja is naoprénzoknival, vagy pedig hőtartós vagy hőtükrös vízálló használja pluszban. Tehát abszolút az egyezdi megoldás. Ami még különbség lehet, hogy milyen megoldással vannak a nyílások lezárva. Elterjedt a neoprén is az ered, kicsit klasszikusabb a latex, a latex jobban zár, viszont valaki allergiás sokkal érzékenyebb az a nap, mint az UV-sugárzás, viszont tuti az árása, a túraruhák jelentős részének egyébként latex, pont azért, mert egyrészt elterjedtebb, másrészt meg tuti az árása, nekem kell visszafordulni 10 km után, hogy akkor most bukó van. A sportruhák egyre inkább naoprénből vannak megoldva, mert a naoprén is tud már olyan nyúlást produkálni, vagy tök jó zár. Tehát az intenzitás alapján kell mérlegelnünk, intenzitás pénztárca libikókán kell mérlegelnünk, hogy milyen ruhát szeretnénk. Ha edzeni szeretnénk, akkor egy sokkal vékonyabb, jobb lélegzésű ruhában érdemes gondolkodnunk, de fel kell ismernünk, hogy abba például sokkal jobban lehet fázni, mert a túra ruhákat jobban kifűtjük, alatta az aláöltözetünk, mert ezeket mindig valamilyen szintű aláöltözettel hordjuk, lehet, hogy egy kis nyári nagyon vékony csak kivezetővel, de akkor is ajánlott aláöltözettel az biztos, hogy csoron víz lesz, de, de melegebben tart. Belees és száraz ruhában, mint említetted, úgymond egy poén, kvázi tényleg egy, ó, de jobb beleestem. Ami úgymond előállhat, hogy a szárazruhának az anyaga vizes lesz. Ez attól függően, hogy milyen aláöltözet van rajtunk, illetve milyen szél van, tud azért hűteni. Tehát érdekes, mert azt mondanánk, hogy ú, bármilyen körülmények között, valójában tud hűteni, ennek az egyik megoldása, hogy odafigyelünk a ruhára és a vízlepergető képessége minél jobb maradjon. Ezeket le lehet kezelni megfelelő anyagokkal, érdemes úgy elrakni a ruhát tél, vagy tél, nyáron. Neki, neki nyára tél, igen. A másik meg, hogy ezt kalkulálni azzal, hogy, hogy egyszer ott is, ott is el tud fogyni. Én például nem is feltétlenül túlázok pont azért a száraz ruhámba, mert van az a pont, amikor, amikor ez a nagyobb kockázat, hogy egyszerűen olyan szél lesz, hogy ki fogja hűteni a ruhát szerintem alapvetően ez a száraz ruhákról, tehát intenzitás, a légzés, pénztárca, ezeket kell belőnünk, a túrázásra mehetnek a vastagabb, kevésbé lélegzős és leginkább lábbal rendelkező ruhadarabok, és a karbontartásra érdemes rengeteget odafigyelni, vagy rengeteg időt fordítani, amikor már nem használjuk, mert kőkemény éveket tud jelenteni. A legtöbb egyébként javítható, a membrán fog előregedni, attól függően, hogy milyen árkategóriát vettünk. Ez az előregedés 3, 5, 8 vagy 10 évek. Jó, mutassuk is meg okay. a, a száraz ruhákat. Én Jó. közben azt is próbálom mutatni, hogy nekem ez még, ez még a nyári álmát alusza. Ez latex manzsettel sajnos, a latex nincs eltakarva, tehát azt jobban eszi egyébként a nap, tehát ennek az élettartamának a ruhának kevesebb lesz, de a latex egyébként cserélhető, nem olcsó, de cserélhető. Ez hintőporos papír van beledugva, és így nem tud összeragadni, a nyakánál ugyanígy, a cipzáron pedig rajta van a hozzá, hozzá tervezett szilikon zsír. A ruhán látszik, hogy csili sárga, ott el is hagytam a papírt, csili sárga, ez azért van, mert elrakás szépen át lett zuhanyoztatva, aztán le lett impregnálóval kezelve, aztán hagyta megszáradni, és úgy szépen vissza lett hajtva ide a kis helyére, és akkor ő itt a nyári álmát, aztán most már lassan ébredezés van számára. Ez egy előkeresztbe cipzáros, tehát ez a, a kereszt, kereszt, cipzáros, ebbe egészen könnyű beszállni, a, a pisiléstémakör az vagy, vagy leszállása, vagy a, a zsiráf pisil megoldása, megpróbálod és elhagyom a szemem közben. Tehát ö, sok szempont egyébként ez egy praktikus cipzár, annyi trükkje, hogy sérülékenyebb, hogyha nincs eltakarva, illetve beakadhat magába a deszkába. Nincs ennek van lábrésze? Igen, ez egy latex lábrészes. Tehát mutatom a kis lábikóját. Ö, ennek minden előnyével és hátrányával ebbe jól bele tudunk izzadni, cserébe teljesen vízálló, ez is cserélhető egyébként. Aha, szuper. Tehát a márka meg tudja oldani. Ami, amit pedig itt van több dolog miatt is kedvelem. Az egyik az az, hogy lábrésze van, ez viszont a, a magából az anyagából készült, tehát vízálló membrán, ez nem latexes, ö, illetve ez a láb közötti cipzár, amit Dávid is említett, hogy, hogy a túrázásnál a kényelem, hogy hogy tudod felvenni, hogy tudsz belőle kiszállni, hogy tudsz elmenni pisélni, ez abszolút megoldott ennél a, a nadrágnál. Ö, Voltam már úgy túrázni télen másokkal, hogy, hogy ők már három perccel elkezdtek bebújni a száraz ruhába. Én utána én is elkezdtem, és előbb végeztem, mint ők. Mert, mert ennél egyszerű felvétel szerintem nem létezik, de nyilván ez is csak egy szempont a, a sok közül. Amit Dávid is említett, a cipzár kezelése szilikon zsírral nagyon ajánlott, azért ez egy vízálló cipzár, meglehetősen nehéz húzni. Ezen nagyon sokat javít a, a szilikon zsír és kell is. Tehát, hogyha azt szeretnéd, hogy hosszú ö, ideig Én, tud akkor használni, akkor mindenképp érdemes ö, rendszeresen ö, kezelni. A többi ápolást pedig a, a latex kapcsolatban elmondta Dávid. Úgyhogy, úgy, aki, aki ilyen túrázós verzióban gondolkodik, annak, annak mindenképp ö, kényelmes megoldás egy száraz ruha, illetve biztonságos megoldás, de de nézzük meg, mi a helyzet azokkal, akik evezni, edzeni mennének, aktívan túráznának, és, és ehhez szeretnének akkor neoprén vagy hibrid neoprén ruházatot választani. Azt gondolom, hogy egyébként a neoprén is nagyon jól kitolható, most már számtalan olyan verziója van, ami, ami megoldás. Szerintem érdemes elmondani, hogy ez a neoprén már nagyon nem az, amit mondjuk 20 évvel ezelőtt felvettek a búvárok, technológia és kicsit más mögötte a nyúlása is, a komfortja is, illetve az, hogy mit képesek összevarni. Tehát ennél is ennél a naderegnál is látszik, hogy egy patchwork, tehát hogy 82 darabból áll annak érdekében, hogy ez a mozgása meglegyen. Tehát vannak olyan márkák is, most már nagy múltú márkák, amik 10-20-30 évre visszamenőleg gyártják azokat a naopréneket és ruhákat, amik evezésre vannak kitalálva, kajakozáshoz, kenuzáshoz, szabhoz, illetve rendes evezéshez. Tehát ez, ez, egy dolog, és teljesen felesleges vitatkozni, mert, mert van. Tehát viszonylag könnyen be lehet bizonyítani egy, egy nagy cége, nagy cégekkel. A neoprén előnye a többek között az, hogy sokkal könnyebb belépni bele a, 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 sportba, mert egész olcsón, akár használtan meg tudjuk szerezni az első neoprénjeinket. Szerintem ahhoz, hogy, hogy, vízre szálljunk akár télen, ahhoz a legolcsóbb 2-3 mm-es neoprén nadrágok, felsők működnek, tök másképp kell rétegezni, tehát ott gondolkodni kell, mit fogunk felvenni a száraz ruhánál, Kb. az a gondolkodás, hogy mi lesz az aláöltözetem. Szinte kis túlzással ennyi, vagy az aláöltözet mellé feszünk még egy derékmelegítőt. Vissza a neoprénre, fel kell építenünk az időjáráshoz, illetve az intenzitáshoz, az időjárásba pedig az, hogy lesz-e szél. Az szerintem egy, egy elterjedt és nem teljesen igaz megállapítás, hogy, hogy vizes neoprénnel kuka kész teljesen levonulás, ez az intenzitás függvénye. Én van, hogy plusz 20 km-t tevezek egy vizes neoprénnel. A nagyon egyszerű trükk, mint amit már mondtuk az ősz időjárásnál, fogom magam, előkeresem a táskámból, hogyha úgy érzem, hogy diszkomfort, vagy pedig hűti valami, ugyanis az történik, mint ha szeretnénk hűteni egy, egy sörös doboz, hogy bármi, locsoljuk vízzel, a felületén keresztül elkezdi szépen leadni értelemszerűen. Tehát a neoprén, hogyha vízes, fúj, a szél van, egy kis légmozgás, akkor az úgymond hajlandó hűteni. Viszont, hogyha az egy jó neoprén, van benne mondjuk egy hőtükrös réteg, akkor ezt egyrészt már sokkal kevésbé érezzük, másrészt, ha megvan az intenzitásunk, akkor megint sokkal többet fűtünk azon az egész esztáigon, mint amennyi valójában a hűtésünk. De ha ez mind kevés, vagy pedig túrára használjuk a naoprént, akkor fogom magam, és szépen belebújok. Ha most ez csurom víz lenne, és elege lenne, belebújnék ebbe az esőnadrágba, és akkor úgy mindenki boldog, minden megvan van oldva. Tehát a naoprének is nagyon jól felépíthetők. Szerintem sokszor, vagy átlag emberek számára, ha egységsugori embert nézünk, akkor a száraz ruha az több kategóriát, több mindent le tud fedni gondolkodás nélkül. A neoprénnél, ahogy mind szeretnénk, a neoprénnél pedig benne van az, hogy végig kell gondolnunk, lesz amikor az, hogy hát ez szívás, most kevesebbet kell mennem, illetve hozzá kell tenni tényleg azt, hogy, hogy mit kell az, kell az esőruha, kell vele, úgymond, valamennyi diszkomfort akár előfordulhat mert hogy egyszerűen a vizességéből fakadóan nem biztos ugyanazt el fogjuk tudni élni. Ennek ellenére például nekem a leghosszabb téli túráim azok neoprénesek. Mert olyan időjárás volt, olyan körülmények voltak, hogy pontosan tudtam, hogy a száraz ruhánál van egyszerűen az az állapot, ez egy túra száraz ruha mondjuk, hogy van egy intenzívebb szakaszon, mondjuk Rénél felfelé, majd utána Tahinál meg csak a híd előtt, tehát nem a híd környékén, meg mondjuk így nézem a kacsákat. És az a fajta kihűlés, az ugyanaz a kihűlés, mint amikor rajtunk van egy, egy ruházat, amiben beleizzadtunk, és lesz egy, lesz egy olyan diszkomfort, amivel nem tudunk mit csinálni. Ha vá, intenzitást váltunk, akkor ugyanúgy fűtünk tovább, de ha nem fűtünk, akkor elkezd kihűlni. Ez a igazából nincs. Vagy egészen másképp jön el, mert de említettem, az önmagában másképp melegít, sokkal kisebb intenzitás nem melegít, illetve a száraz nem tudok már mit felvenni. A naoprénere mindig megvan az esőcuc felvétel, és egyébként tényleg elképesztő különbséget jelent. És Isten akár lehet felvenni két esőcucot, vagy, ami nagyon-nagyon uh, diszkomfort, de azt mondom, hogy ó, elegem van, leveszem ezt, felveszek alá egy Merino kis macinacit, vagy uh, egy égeralsót, visszaveszem a ha felveszem az esőnadrágot, akkor megint boldogság, királyság van, azt az öt percet kellett kibírni a hidegbe. Hát a naprint változatosabb, jobban felépítető, több ke kell magunkkal vinni, hogyha azzal túrázunk, hogy mindent le tudjunk fedni, illetve lehet, hogy a végén eljutunk oda, hogy annyi ruhadarabunk van naprintből, mint mondjuk most kitelegettem kb. a fél ruhatáramat, hogy igazából bőven beleférne egy száraz ruha. Emiatt úgy gondolom, hogy a csomó sportolónak a neoprén, számtalan országban jellemzően a tengerek vannak, ott egyébként neoprénnel edzenek, ahol több, több, a belesés is. Van egy érdekes egy ilyen vízválasztó, hogy innen, tehát be, beltengeres, vagy, vagy tavas, vagy folyós edzések vannak, vagy pedig tengeres edzések vannak, dánok, svédek, stb. nekik a neoprén az egy teljesen természetes jelenség, a szapon. Egy, egy osztrák, egy német maga azt fogja mondani, hogy vedd meg a tök jó sport ruhát mert, mert más a beleesési faktor. Ezt, ez úgymond ránk is igaz lesz. Aki azt mondja, hogy egy köbben soha nem fogok beleesni, tudom, miket szeretnék menni, annak a lesz az ultimét. Naoprének kapcsán ott tartottunk, hogy Naoprének jól felépíthetők, jól modulálhatók, valószínűleg több darabunk lesz belőle, mint a száraz ruhából. A végén elérhetünk odáig is, hogy ugyanott költünk, mint a száraz, mint a vettünk volna egy száraz ruhát. Tehát a Naoprénnél is nagyon-nagyon fontosak lesznek a kiegészítők, a vélekedésekkel ellentétben tök jól aláöltözhetők a neoprének is. Én például nagyon-nagyon sokszor a Long John neoprén, tehát ez az egyik klasszikus téli nagy kedvencem a kis hőtükrös bevonatával. Ezt egy UV felsővel használom együtt, vagy van, hogy egy neoprén felsőt veszek még rá, ha szükségszerű, de ez ritkán kerül rá sor. Talál, tehát aláöltözhetőek, a legdurvább, legmelegebb aláöltözhetek, a merino aláöltözhetek lesznek hozzá, illetve természetesen a kiegészítőket megint csak hozzá kell tenni. Na a princip Ugyanak ugye ennek nem lesz lábrészes verziója, sapkasál, tudom, hogy a sapkasára megyek cseresznyét szedni, ugyebár, tehát ez abszolút egy, egy, egy ilyen, ilyen egység, ami még szerintem fontos, mit veszünk a noprén alá, a klasszik semmit, én azért ennél tovább megyek. Vannak ezek a nagyon kis praktikus body short alá való alsónodrágok. Nekem kiválóan bejött, mert egyszerűen olyan az anyaga és olyan a varrás jellege, meg kivágása, hogy egyáltalán nem zavar, meg egy kis hintőporral rá lehet tenni, és akkor meg aztán hatalmas komfort több órán keresztül is, tehát én 10 órákat el lehet benne lenni. Neoprén modulális, jó felépíthető, esőcuccot érdemes rávenni, hogyha úgy fázunk, illetve alájött ez tethető. És a legolcsóbb verziókkal is bőven el lehet indulni, hogyha az komfortos. Azt érdemes tudni róla, hogy sokszor azok a verziók nem 10 órákra vannak kitalálva. És akkor szerintem záró összefoglaló a téli, ruhá, téli cuccoknál, maga a biztonságra menjünk vissza, hogy télen kifejezetten nem ajánljuk az egyedülszapozást mert nagyon-nagyon sokat számít, hogy van valaki, aki tud nekünk segíteni és tud segítséget hívni. A segítségnél mindenféleképpen vegyünk figyelembe azt, hogy önmagunkat ne kockáztassuk, miközben a másikat mentjük. Tehát, hogy nem ásszunk azért vízbe, ne akrobatikázzunk, ne gyújtsunk a lapátunkat állva. Tehát a mentés általában térden van, és nem csináljuk a klasszikus, belemászok és felhúzom a deszkára, stb. megoldásokat, mert egyszerűen nem, nem éri meg az egész történet, mert két embert már sokkal rosszabb ő ki, a, vízbe, vízből, kihúzni a csávából. Értesítsünk, tehát ha megyünk, többen megyünk, akkor is érdemes valakinek elmondani, hova megyünk, nagyjából mikorra számíthat ránk. Mi minél hamarabb elkezdjük úgymond a keresésünket, minél hamarabb jön egy segítség, vagy egy, egy, egy klú, hogy húha, itt valami nem oké, okay. annál könnyebb, annál több esélyünk van, például tényleg esetleg elájulnánk, és úgy állnak neki minket keresni. Tehát a, a biztonság itt fokozottan mellény, lis, értesítés, csereruha, olyan víz, amit ismerünk, és amit nem szoktuk mondani. A szkegnél elgondolkodtató még időben kipróbálni egy rugós skeget is azzal vízre menni, mert ha nem tud elakadni, akkor egy csomó elakadási balesetet meg tudunk spórolni. Szerintem ez a, ez a tél. Igen, abszolút, abszolút. Én is uh... Tehát, hogy a, az ilyen vízbeesések őszi-téli időszakban, meg nekem is, ha nem is estem vízbe, de, de, botlások, deszkára puffanások, azok szinte mindig abból fakadtak, hogy egy víz alatti e, faákba, bármibe, amit mondjuk a, a vízre hulló falevelektől nem láttam, megállt a deszka, és én meg és hasra hát ágottam, Tehát, hogy én megmentem tovább, igen, az, az ugye nem nagyon sikerült állóhelyzetben, úgyhogy, úgyhogy ezekre mindenképpen érdemes figyelni, mert mert nagyon sok, tehát hogy igen, indulhatunk ki abból a tézisből, hogy nem szoktam elestni. Senki nem szokott, meg senki nem akar, de ha bekövetkezik a baj, akkor, akkor arra viszont felkészültnek kell lennünk. Úgyhogy, úgyhogy én nagyon köszönöm Dávid, hogy elmondtad nekünk ezt a nagyon sok hasznos információt, mind a száraz ruhákkal, mind a neoprénekkel, mind az öltözködés technikai ruházat terén, és uh, még egy ilyen kicsit ilyen bulváros kérdés, hogy hmm. mi volt neked a legnetszesebb szituációd az uh, olyan, olyan, amire úgy, ha úgy visszagondolsz, akkor hát azért ezt legközelebb nem így csinálnám, hogyha, ha lehetne. Két, két olyan esemény van, ami, ami, ilyen sztorinak vicces, akkor ott annyira nem örültünk neki. Az egyik, az még kajakkal történt gyerekként, ez őszi, őszi árvíz idején, mert tudni kell, hogy a kőgátakon átfolyik, tehát a több kisebb folyószakasz van együtt, tehát van úgymond gátugrás, de még kint voltunk vizen, és egyébként volt kint vizen motorcsónak, tehát az egy rendes kajakos edzés volt, és nem akartunk áttemelni, már hogy hideg, meg bele kell lépni, hanem átugrattunk a gáton, ami mindenkinek tökéletes sikerült, nekem is, csak azt nem kalkuláltam én momentán bele, hogy a gát után, ahogy megyek a többiek után, belógnak az árvíz miatt a fák és egész egyszerűen fogta az egyik ág, elkapta pont úgy a nyakabnál a ruhát, hogy a kajak elment, én pedig így a fán lógtam egy darabig, majd természetesen letörtem az ágat, és belepottyantam a vízbe, ami kifejezetten nem esett jól, mert hát nem volt list, tehát a kajak már a fenébe volt, én voltam az utolsó, tehát a többiek is arrébb mentek, üvölteni meg még annyira nem volt, nem volt a tüdőmbe levegő, hogy ezt meg tudjam oldani. És az egész tapasztalat annyi volt belőle, hogy mire úgymond partot értem, addigra úgy, úgy eléggé, eléggé alaposan fáztam. Hála Istennek édesapám volt, tehát hála Istennek eléggé felkészült volt az öreg, és lennált ilyenkor az autó azon a vízparton, hogy nagyjából közel az edzéshez, mert úgy volt hogy még kicsik is vagyunk, hülyék is vagyunk, jobban járunk vele, és egész fogott, ki motorcsónak kihúzott, kirakott, berakott az autóba, ráindított és bekapcsolta a fűtés, hogy jó, akkor melegedj, és tudom, hogy, hogy, ez így nem úgy melegedtem fel, hogy akkor egy három perc alatt, hanem addal végig így áll és így a rádiót nem tudtam bekapcsolni kategória. Tehát ez egy ilyen ominózus, itt semmi baj nem történt belőle, minden jó volt készítve, tökpoén. de azért tudom, hogy amikor így benne vagy, így 10-20 perceket a vízbe, azért az kegyetlen, és ez ilyen november 1-2 környéke volt. Akkor itt igazából nagyon itt is a, a felkészülésnek, felkészültségnek Igen. volt óriási szerepe, Persze. hogy ott volt az autó, volt motorcsónak, stb. 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 Tehát, hogy nem nem egyedül borultál be, mert azt most azt ne is részletezzük, hogy mi lett volna akkor, hogyha te teljesen egyedül vagy. Igen, az ilyen ennyi ideig vízben tartózkodást, azt szerintem egyedül már nagyon-nagyon néz -nagyon megoldani. Persze itt lehet az, hogy ne legyél a többi. Itt gyerekek voltunk, többen voltunk, de itt az egész történet. Szappal pedig szintén tanulságos, kicsit kevésbé veszélyes. Szili túrázok rengeteget a szapsobból. Itt télen is, és a Dunakanyarban voltunk, természetesen mérne, felfelé, aztán lefelé vezéssel, és bazinat szél jött be. És én általában Balázs nem mindig Lise és hát egyszerűen úgy, úgy, borult, vagy olyan hullám lett a széltől, hogy Balázs leesett. De egy mellé is szinte egy fogta a deszkát, de olyan szél volt, hogy egyből kikapta. És így nem picit kapta ki, hanem gyakorlatilag 20-30 méter arrébb rakta le a deszkát. Tehát én sprinteltem a deszká, deszkáért, azzal a sodrással, azzal az áramlással, azzal a szélel, ami persze nem belem volt egyáltalán. És amikor utolértem volna a deszkát, akkor megint felkapta, és konkrétan úgy sodort le de az egész deszka a szélrel együtt engem így elvitt, de én rajta voltam a saját deszkámon, mármint a lisssel. Tehát, hogy rácsavarodtam, közbe sodródott, én azt a deszkát nem akartam elengedni. Tehát, én nagyon-nagyon poén voltam, mind a száraz ruhában voltunk, tehát, hogy annyira-nagyon a kockázatot lecsökkentettük, már őszintén szóval azért a kezem fázott, mint a kutya. Meg mire valáshoz visszaértem a két deszkával, úgyhogy a list értelmszerűen nem akartam a másik deszkára kötni, mert hogy már egyszer elhagytuk. Tehát az egy, az egy olyan küzdés volt, hogy azért száraz ruha ellenére a balázs végén már fázott egy kicsit a vízbe. Tehát nem az volt, hogy jó, gyere már, mert most már hozzá egy sört meg hanem, hanem annak volt, volt ez a jó léci legközelebb hozzunk is, tanulsága. És, igen, és, és, megint itt, itt az, hogy, hogy szél volt. Ennyi. Ennyi történt. E, volt egy olyan külső körülmény, ami azért azt mondhatjuk, hogy a balázs is, meg te is elég tapasztalt evezősök vagytok, tehát nem, nem két szezon van a hátatok mögött, és mégis egy ilyen szituáció, és ez, amit a sokan nem is gondolnak, hogy egy felfújható deszkát, gondolom, azzal volt. Egy felfújható deszkát, ha úgy kap alá a szél, azt tényleg eldobja 20-30 méterre. És, és akkor. A a sok. A, az, sok. az, nagyon sok. sok. A, ott, <laughs> nagyon kell küzdeni. Ú, ezt most így átérzem, hogy azért ez, ez nem... Így utólag elmondva, meg minden rendben van, meg száraz ruha volt, de azért úgy benne lenni ebbe az nem lehetett a, Abszolút. A, a, olyan, olyan nagyon jó élmény. Főleg, mikor téged is levert a a hát az, 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 az videón, az is az elhangzik az amondóz, és igen, hangutánzó szavakkal. Egyébként a mereveket is megmozgatja, sokkal kevésbé értel A felfújtó az egy teljes, teljes Lufi. Brácsabácsinak van egy ilyen sztoria, hogy, hogy szapozott a Dunán, és szél leesett, és gyakorlatilag a deszkán egy másnap került elő, és őt meg motorcsónakkal vitték vissza. Tehát érdemes számolni a Lissel és jó lissel, mert nem mindenhova megfelelő a, ez a telefonzsinó verzió. Ebben a videóban nagyon részletesen beszéltünk a téli evezés veszélyeiről, az ehhez kapcsolódó ruházatokról, száraz ruháról, neoprénekről. Ebben nagyon nagy segítséget nyújtott nekem Pálházi Dávid, ezt ezúton is köszönöm. köszönöm. És Hogyha nem szeretnél lemaradni hasonló tartalmakról, és te is szeretnéd kitolni a szápozást egészen az őszi-téli időkre, akkor kövess minket, mert hamarosan további hasznos tartalmakkal érkezünk itt a Youtube csatornánkon. Iratkozz fel, és nézd meg a korábbi videónkat is. Én köszönöm szépen a figyelmet, Sajnos Tamás vagyok, ez itt a szápláj és ne feledd, száp az élet!